Sziasztok! A heti szakaszban olvasunk, hogy Jákob és gyerekei költöznek le Egyiptomba. És a Tóra felsorolja név szerint, kik azok, akik lementek, és aztán azt mondja a Tóra, összesen 70-en mentek le. A probléma az, felteszi Rási a kérdést, hogy ha olvasunk, ha összeadjuk a neveket, akkor kiderül, csak összesen 69-en vannak, és nincsenek 70-en. Rási mond egy magyarázatot. De a Midrásban egy másik magyarázat van. A Midrás azt mondja, hogy a 70-edik az az Isten. 69-en mentek le, és ha ezzel még az Isten is beszámítjuk, akkor itt van a 70. Hasonlóképpen mondja a Midrás, amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, 2 Mózes 12:37, erre az van írva, hogy Jisszú bené Iszrael, hogy Izrael fiai vonultak ki Egyiptomból, kössé ismélyött ellef. Mintha 600, majdnem 600 ezeren voltak. Megint azt a kérdés, mit jelent, majdnem 600 ezeren voltak? Erre azt mondja a Midrás, hiányzott egy a 600 ezerhez, és a 600 ezredik az az Isten. Az mind a két esetben, amikor levonultak Egyiptomba, akkor hiányzott egy a 70-hez, és az Isten volt a 70-edik, és ha kivonultak Egyiptomból, akkor hiányzott egy a 600 ezerhez, és az Isten, ő a 600 ezredik. Mi a tanítás ennek? A tanítás ennek az, hogy az ember tervez és számol, ha így fogok csinálni, akkor így lesz, ha így csinálok, akkor így lesz. De valahogy a szám nem jön össze. De azt hiszi, hogy van 70, nem jön össze a 70. De azt hiszi, ha így fog lépni, és ha úgy fog csinálni, akkor lesz 600 ezer, nincs 600 ezer. Mikor lesz 70, és mikor lesz 600 ezer? Amikor beleszámítjuk az Isten. Ha az Istent is bevonjuk a dologban, akkor tökéletes a tervezés, és akkor összeáll a szám. Szóval minden dologban nem lehet úgy tervezgetni és számolgatni, ha nem vonjuk be az Istent ebben. Mert akkor, ha bevonjuk, akkor lesz a tökéletes szám, és akkor a leutazás lesz tökéletes és sikeres, és a kiutazás is. Köszönöm szépen!